köszöntöm a meghívott vendégeket, Csizmár Robin úttervezőmérnököt és Tóth Árpád víz- és közműépítőmérnök urat. Köszönjük, hogy eljöttek, és természetesen köszöntöm a tévénézőket is. Ez egy rendkívüli ülés 2020. augusztus 3-án, ahol is a Duna-Bogdány Erzsébet királyné út burkolatfelújítása és csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójáról beszélünk. Több helyütt már nyilatkoztunk erről, és a Bogdányi Híradóban is leírtam, hogy megnyertük azt a pályázatot, amivel minket ebben támogatnak. Ezért kiírtuk, illetve árajánlatokat kértünk be vállalkozóktól. Ezek megjöttek, és hogy a képviselőtestület egységesen és tisztán lásson, itt vannak a mérnök urak, akik minden részletben minket beavatnak, és utána pedig a képviselőtestületnek döntenie kell, hogy kivel kívánja ezt a kivitelezést az árajánlatok alapján megtenni. Pontos árajánlatokról azt gondolom, hogy nem tudunk beszélni, csak cégnevekről, ugye? Jó, ezzel legyünk tekintettel. Tehát akkor újra köszöntöm a mérnök urakat, és akkor egy picit felvezetésképpen én elmondanám az Erzsébet királyné útjának a történetét. Én 2010-ben lettem képviselő, de akkor már napi rendem volt, és még az elődöm Pályi Gyula polgármester úr is megtette ott a kezdő lépéseket, szintfelmérések, stb. Ugyanis az Erzsébet királyné útnak egy klasszikus problémája van, hogy a közepébe folyik a víz, és ott megáll, mint egy teknő. Elvezetve ugyanis a szennyvíz csatornán keresztül van, aminek van egy befogadó képessége, és szépen az ott lefolyik, ezt mi többször bejártuk a tervező urakkal. Ez nagyjából egy 100 köbméter vizet jelent egy nagy rendkívüli csapadékmennyiségnél, tehát egy zápornál. Az, hogy mennyi folyik bele évente, azt így nem tudjuk lemérni, mert csak ezekre a nagy vizekre van nekünk számunk. De nekünk azért volt erre szükségünk, hogy lássuk, hogy mekkora vizet kell elvezetni, hogyha ekkora csapadék zúdul le. Az elődöm Pályi Gyula polgármester úr elkezdett egy telekcsere lehetőséget. A Szikránál, Szikra szomszédságában és a Melhert család közti területen volt nekünk egy sávunk, amit akkor a polgármester úr elcserélt a családdal, de ennek az átfutási ideje már átjött hozzánk, sőt, még a mi ciklusunkban is elég sokat személyi okok miatt kellett várni, de tavaly vagy tavaly előtt sikerült megszerezni ezt a területet, és onnan kezdődött el a tervezése, ahol is kiderült, hogy a szinteknek köszönhetően körülbelül olyan 2 vagy 3 méter mélységben kell ugye visszalejtettünk a vizet, hogy azt az átfolyót elérjük. Ez a terv megszületett, és amikor erre a tervre bejöttek az árajánlatok, akkor láttuk, hogy ez nem egyszerű felszín alatti gravitációs könnyű elvezetés lesz, hanem nagyon mély árkokat kell ásni, és ha jól tudom, akkor zsalúzni meg mindenfélét kell. Most nem, a szakmában nem akarok beletenyerelni, de ezekre a kifejezésekre emlékszem. És ez pedig nagyon megdrágítja az ügyet, tehát tulajdonképpen míg elérjük a 11-es utat, már ilyen 4-5 méter mélységben vagyunk, ami a víz lefolyásának, mivel nagyon kevés a lejtése, hordalék fennakadásokat okozhat, illetve tisztító nyílásokat meg kell csinálni, hogy biztonságba tudjuk elvinni. Amikor ennek a tervnek az árajánlatai bejöttek, akkor döbbentünk rá, hogy ez egy hatalmas összeg. Ebből talán jobban járunk, hogyha az eredeti koncepció alapján, amit a 80-as években még egyébként a megye csináltatott Szentendréről, hogy kiássuk az árkokat, és akkor oda lejtjük a vizeket, akkor tudunk utat is építeni, és vizet is elvezetni. Tehát először egy vízépítőmérnökkel beszéltünk, Tóth Árpád úrral, és aztán az úttervezése pedig bekapcsolódott már Csizmár Robin úr is, akik a végleges tervet tulajdonképpen közösen elvégezték. Nagyon fontos, hogy a fővárosi vízművek most már idestóva másfél éve mondja, hogy el fogja zárni ezt a szennyvízcsatorna elvezetőt, ami jelenleg illegálisan működik, hiszen leválasztva kellene a felszíni vizeknek folynia a szennyvíztől, így hát nekünk mindenképpen időkényszerbe kerültünk.
Azért, hogy az Erzsébet királynét előre vegyük. Ugye tudjuk, hogy a forgalom nem itt a legnagyobb, hasonlítva akár egy Fácános vagy egy József Attilához képest, de azért, hogy a lakókat megóvjuk attól, hogy bárkinek a pincéjébe vagy a házába befolyjon, ezért ezt a lépést most meg kell tennünk, erre nincs mese. Elkészültek a tervek, azt hiszem itt most már pont belecsúsztunk a járványidőbe, mert a bizottsági ülés még, ha jól tudom, az nyíltba ment, az még februárban volt, és utána kezdtünk neki a tervezésnek. Testületi volt? Bocsánat, hogy nyílt testületi ülés, ahol megbíztuk akkor a tervezőket. A tervek elkészültek, és mi azt a járvány ide alatt beadtuk a Magyar Falu Program pályázatba, ahol 30 millió forintot nyertünk rá. Itt vagyunk most, és azt kérem a tervező urakat, hogy talán Árpád kezdhetünk veled a víz okán, hogy magyarázd el nekünk szakmailag, műszakilag, hogy pontos képet kapjunk, jó? Üdvözlök mindenkit. Hallatszik? Nekünk igen, de a tévének a fontos. Jó. Hogy a polgármester úr is mondta, hogy előzményként elkészült a zárt csatornának a terve. Erről kiderült, hogy túl nagy föltakarást eredményezne, így túl magas lenne a beruházási költség. Ezért alternatívaként kidolgoztuk azt a megoldást, hogy az út burkolatot felújítjuk, és a vizeket helyben tartjuk. És gyakorlatilag kismélységű nyílt árkokban tároznánk a vizeket. Itt elvárás volt, hogy ezt a 100 köbmétert, amely elhangzott adatszolgáltatásként a vízművek részéről, ezt a 100 köbmétert be tudjuk tározni a nyílt árkokkal. Ezért úgy próbáltuk kialakítani a területi adottságoknak megfelelően, hogy minél több kisebb árkot alakítsunk ki, hogy ennek a 100 köbméternek megfeleljünk. Itt korlátozó tényezők voltak nyilván a fáknak a helyzetei, a meglévő közműveknek a helyzetei, tehát úgy próbáltuk ezeket a nyílt árkokat arányosan szétosztani, hogy ne egy területen koncentrálódjanak, hanem a teljes szakaszon arányosan legyenek szétosztva. Van kettő hosszabb nyílt árok, még a tervezési szakasznak a legelején, amik meglévő árkok. Itt gyakorlatilag csak kotrást végeznénk, és ezen kívül építenénk, illetve alakítanánk ki összesen 24 darab árkot. Ezek közül vannak burkolt árkok is. Itt számos olyan terület van a közterületen, ahol le van burkolva a közterület. Ennek parkolási célja van, és ezeken a területeken javaslatként megfogalmaztuk azt, hogy el lehet végezni azt, hogy olyan burkolt árkokat hozunk létre, amelyeket zárható fedlappal látunk el. Ezek vízáteresztős fedlapok, kisebb rések vannak rajta kialakítva, tehát a víz be tud rajta jutni, de autóval rá tudnak nyilván állni. Ezeknek a burkolt árkoknak az alján olyan lyukakat hoznának létre, és homokos ágyazatot alakítanának ki, hogy gyakorlatilag ezen keresztül is a vizek elszikasztatók. Igazából az árkoknak a mélysége az egységesen 0,5 méter, másfeles rézsűhajlással lennének kialakítva. Tehát ezeknek a mélysége az még nem indokolja azt, hogy itt különösebb korlát vagy bármilyen akadálymentesítés épüljön mellé. Ezek gyakorlatilag teljesen beleilleszthetők így a helyi környezetbe. Könnyen karbantartatók, kisebb a beruházási költség, mint egy zárt csatorna esetén, és gyakorlatilag időszakos karbantartást igényel. Nyilván a lerakódott hordalékokat néha ki kell pucolni, kell füvet vágni benne, illetve még az fontos megjegyezni, hogy ha az árkok teljesen meg vannak telve, akkor a területre jellemző talaj összetételre jellemző ilyen szikasztási tényező alapján körülbelül ilyen 8-9 óra alatt várható a csapadékvizeknek az elszikasztása. Hogyha esetleg időközben kiderül, hogy a területen több az agyagos talaj, mint ahogy azt eredetileg elképzeltük, akkor a szikasztási képességet javítva ki lehet alakítani olyan mélyebb ilyen leásásokat a nyílt árkokban, amelyet a kivitelező is javasolt.
az azt jelenteni, hogy helyenként megfúrnák a nyílt árkokat, és ilyen 2-3 méter mély, gyakorlatilag 10 centi átmérőjű csöveket helyeznének bele, és akkor a mélyebb vízáteresztő talajrétegekbe bele tudna jutni a víz. Ennyit gondoltam így első körben elmondani. Ha van kérdés, akkor válaszolok szívesen. Ja, még annyit elmondanék, hogy a 100 köbmétert azt az árkok térfogatával meghaladjuk, tehát most jelenlegi kialakítás szerint 185 köbmétert tudunk betározni, tehát az elvárásnak majdnem a dupláját teljesítjük ezekkel a árok kiosztásokkal. Árpád, még a vízzel visszamenőleg tudjátok, hogy úgy lett volna az eredeti kialakításnál, azt is ti terveztétek, hogy elmegyünk addig a kisközig. Jó lenne annak a kisköznek valami nevet adni, hogy egyértelmű legyen. Mindegy, most nevezzük szikraköznek, mert ott van egy szikra nevezetű, de nem is tudom annak se, hogy honnan jön a neve, de teljesen mindegy. Tehát vagy gyermeküdülőköz, vagy teljesen mindegy. Hogy ott ugye abban a magasságban terveztünk egy az A tervben, ami a felszín alatt megy, egy rácsot, ahol a felszínen ott a rács belefolyik. Tehát nekem az lenne a kérésem, és javaslatot tennék majd a képviselőtestületnek, hogy most már nyilván nem azon, abban a mélységben, de ott le kéne vezetni a vizet a Duna felől, többek között azért, mert a hegyről lejövő vizet majd annak kéne elvezetni, illetve szerintem egy biztonságot kapnánk azáltal, hogy most a Fácános út felől jövő vizek oda nem mennek be, tehát oda egy a keresztrácsot az bele kéne tenni. És hát akkor... Itt ugye erről beszéltünk még az elején, és azért nem került bele a tervbe, mert most az, hogy az utaknak a vizeit helyben szikkasztjuk, az nem egy vízjogi engedélyköteles tevékenység. Ez abszolút így van, igen. Ha viszont a vizeket egy másik telken keresztül elvezetjük, és már egy zárt csatornát építünk ki, vagy akár egy nyílt árkot, amely egyik telekről a másik telekre vezeti a vizeket, az viszont már azt a határt súrolja, hogy lehet, hogy vízjogi engedélyeztetni kellene. És mindenképpen vízjogi engedélyeztetni kell, mert hiszen a Dunába vezetnénk. Így van. Tehát ott az, ugye az mindenféle kell a katasztrófavédelemnél kötünk ki Pesten. Igen. De én ezt most javaslom majd a képviselőtestületnek, de aztán nyilván mindenképpen beszéljünk róla, hogy azt újra kellene tervezni egy jóval kisebb mélységgel, hiszen most már nem kell, hogy 3 méterről forduljunk le, hanem felszínről, és szerintem akkor ott az összeg is barátságosabb tud maradni. Annyi, hogy amikor a lakóval elcseréltük, tehát itt most egy járda és egy nyílt árok bőven elfér ott is, tehát amivel esetleg le tudnánk menni a Dunára. Amikor elcseréltük, ő kérte, hogyha esetleg ott egy autóval be tud menni, és a telkét hátulról is meg tudja közelíteni, vagy adott esetben meg tudja osztani a telkét, és majd a gyerekek onnan be tudnak járni, az lehet jó. Tehát ezt csak mondom információnak a képviselőtestületnek, hogyha így van akkor, és nincs hatalmas árkülönbség, akkor talán ott a felszín alattiba is gondolkodhatunk. Jó, tehát erről majd térjünk vissza, hogyha az Erzsébet... És ez honnan, hova vezetnél a felszín alatt? Ezt még nem láttam. Tehát Fácános utca, és szépen elkezdünk belejteni. És itt van mondjuk a legmélyebb pont, és itt van a kettő között a szikra. Egyébként ezt kevésbé helyismerte rendelkezőknek úgy tudnám elmondani, hogy a kinti busz megállóhoz jön ki. Tehát ez az Erzsébet királynő lakóinak nagyon nagy szerencse, mert a gyerekek ki tudnak jönni egész egyszerűen a busz megállóhoz. Tehát nem kell körbe menni az Erzsébet királynén, és úgy be a szikra elé a busz megállóhoz, illetve nem kell kisétálni ide a CBA-hoz, vagy KOP, vagy nem tudom. KOP? Bocsánat. Jó, tehát nem kell oda kisétálni, tehát egész egyszerűen az út kétharmadánál le tudnak sétálni a busz megállóhoz, ebbe a kis közbe. Tehát ahol a gyermeküdülő van, ez mindenkinek megvan itt a fő utcán, ott kell hátra menni, és akkor kijutsz az Erzsébet királyné kétharmadához, hogyha a Fácános út felől jövünk. De ha most ezt mindenki előtt megvan, és elindulunk ezen az úton fölfelé, ezen a kis közön, akkor bejövünk a Fácános utcába, és a rendezési tervünkön megvan ez a kialakítás, hogy ugyanez ez a vízelvezetés kell, hogy elvigye majd a Málna utcának, és a Schwabhegy utcáról is jön le egy 3 méteres hasonló szélességű gyalogos út, ahol úgy szintén a vizet el kell nekünk vezetni. Schwabhegy utcánál látjuk, hogy hol van a nagy víz, mert ezt a fajta
köves aszfaltos utat is mossa, tehát nekünk ott annak a vizét, az is egy vízgyűjtős, a utca, stb. Elég sok víz folyik le, ott is azt le kell vezetni az Erzsébet királyné útjához, és ott át, ha most azt kérdezitek, hogy hol jön az Erzsébet királyné, a Schneider családot, faipari, azt ismeritek, annak az ingatlannak a Bogdány felé eső része az egy önkormányzati terület. Most ez be van kerítve, de tudnak róla, hogy ez egy önkormányzati terület. Tehát, hogyha megvan a pénz, akkor ott le kell jönni a víznek, meg egy gyalogos útnak, és úgy lehet kijutni a 11-es alatt a Dunába. Tehát ennek most leginkább ez lenne majd a szerepe, hogy megnyitjuk azt a lehetőséget, és hát innentől kezdve akkor nem 200-as, meg 300-as csövekbe kell gondolkodnom, nyilván a 600-asba. Mert itt azért jelentős vizet kell a hegyről elvezetni. Tehát Sas, Svábhegy, Málna, Erzsébet királyné és úgy a 11-es. Úgy van rajta a szerkezeti terven is. Rancsolj. Én most még az eredeti témánál maradok. Ugye mondtad, hogy ugye most úgy működik a vízelvezetés, vagy nem működik, hogy középre lejt az utca, igen? És oda összpontosul a víznek, igen? A többsége. Ott van egy rácsos folyóka. Igen. Ott belefolyik a szennyvíz csatornába. És akkor látom, hogy a terven ugye két oldalt vannak az árkok, és akkor úgy működik most a vízelvezetés, hogy a útburkola két oldalra fog lejteni, és akkor a helyi vizeket tulajdonképpen el, vagy bevezeti a zárókba. Így van, igen. És az útnak a szintje az fog változni, itt a kapubejárók miatt értem, hogy a mostani útpálya szintje az hogyan módosul esetleg. Ez már úttervezési kérdés, úgyhogy átadom a szót Csizmáromnak. Akkor előre már. Na igen, kicsit, de jó, hát nyilván ez a logikus kérdés. Én is mindenkit üdvözlök, Csizmár Robin vagyok, ennek a felújításnak az úttervezője, és akkor kezdeném ezzel a kérdéssel. Igen, a meglévő burkolatot megtartjuk, nagy részben, ahol lehet, a teherbírás meg a geometriája miatt is érdemes megtartani, nem elbontani, illetve költségtakarékosságból is, hogy ez a legjobb megoldás, és erre kerülne rá 8-10 cm aszfalt megerősítés két rétegben, és tetőszelvényesen két oldali eséssel lenne kialakítva a keresztmetszete. Pontosan azért, hogy ne egy oldalon, mindkét oldalon ki tudjuk használni az árkoknak a kapacitását, hiszen a vizek akkor tudnak megosztani, és mind a két oldalra egyaránt lefolyni, hogyha az útnak is olyan a kialakítása. És hát igen, ez egy szerencsétlen helyzet, hogy itt egy mélypont van hosszelvényileg ezen a szakaszon, és körülbelül ugye az árokbeavatkozás és az útbeavatkozás az hosszban ugyanazt a szakaszt érinti, ez egész pontosan 322 méter hossz, és valóban fontos, hogy egyrészt az árkoknak a szintjét kell az út burkolat szintjével összedolgozni olyan szinten, hogy valóban az árokba találjanak be a vizek, amit ugye patkarendezéssel, illetve zúzottkőből épített patkapótlással lehet megoldani. Ahol viszont kapubehajtók vannak, ott azokat majd megfelelően korrigálni kell, szintbe kell helyezni. Ahol térkő, burkolatú a kapubehajtó, ott viszonylag könnyebb a helyzet, mert ott nyilván egy pár méter újra rakásához ez megtörténhet, ahol aszfalt vagy beton, ott viszont muszáj egy réteget legalább ráaszfaltozni, egy ilyen, nem is tudom, helyszíni igényeknek megfelelően, de ilyen 4-5 centi körülbelül, amennyi a burkolat szélen, ugye megmarad majd a plusz magasság. De legtöbb esetben egyébként annyira megrongálódott az útburkolatnak a széle, hogy a behajtók sincsenek feltétlenül most sem összhangban a burkolattal, de ezt természetesen kezelnie kell a kivitelezőnek. Így van. Jó, viszont a 322 folyóméter, ugye ez hosszában értendő, tehát itt az a kocsi bejárókról nem volt betételezve. Nem, ez hossz értelemben ennyi. Az útburkolatnak a tervezett szélessége az pedig 4 méter egységesen. Szintén igazodunk a meglévő állapothoz. Most is, ahogy felmértük, igaz, hogy kisebb-nagyobb hibák, meg szabálytalanságok vannak az útburkolat széljében, de ezt a 4 métert, ezt körülbelül tudja a mostani burkolat. Ugye szélesebbet nem érdemes, többokból sem.
de a legfőbb ok az, hogy akkor új alapréteget kellene aláépíteni, ami rengeteg pluszköltséggel járna. Viszont ha meglévő, ez a 4 méter egyébként a két irányú forgalmi rendet ki tudja szolgálni, úgy, hogy mellett egyébként a patkát is igénybe lehet adott esetben venni, hogyha szükséges. Jó, akkor viszont itt nekünk pluszköltségekkel kell számolni, azt gondolom, mert a bejáratok még önkormányzati területek. Ez máshol gyakorlatban hogy van, hogy ezt az önkormányzat kiegyenlíti, gondolom? Én látom jó példát és rossz példát is erre. Okay. Általában ez nem szokott akkora pluszköltséget jelenteni egy ilyen mértékű kivitelezésnél a kivitelezőnek, hogy legtöbbször ez bele szokott férni a költségvetésbe, de valóban ezt én javaslom az elején tisztázni, majd a kiválasztott kivitelezővel, hogy ő beleérti ezt a feladatot, ahogy sem. Meg még annyi, hogy tavaly készült Dunabogdányban egy út, és ott egy olyan szerencsétlen helyzettel találkoztunk, hogy az új út burkolat szintje és a kapubejáró szintje az nagyon megváltozott, és egyes esetekben szinte lehetetlenné tett a bejárást, hogy itt mire kell. Hát itt ugye, ahogy mondtam is, hogy ugye az út burkolat két oldalra lejt, tehát pont a kapubejáró csatlakozásoknál lesz a kisebb szint emelkedés, és olyan szempontból itt a helyi adottságokhoz képest ez egy szerencsésebb utca, hogy azért sok olyan kis utca van, ami nagyon szűk. Nincs a lehetőség se járda kialakítására, se normális kapubejáró kialakítására. Itt azért több méter van az ingatlan telek határkerítéstől az útburkolat széléig, tehát egy 5, akár 10 cm-es szintkülönbséget 1 méteres átépítéssel bőven meg lehet oldani. Tehát én itt nem látom ennek a kockázatát, hogy ne lehessen bárhová befordulni emiatt. Jó, András, parancsolj! Mindenkit felkészítettél. Az volt a kérdésem, hogy a kapu beállókkal kapcsolatban, meg nem csak a kapu beállók, hanem nagyon sok helyen ugye letérköveztek, ott egy parkoló csináltak. Tehát, hogyha ott árkok lesznek meg ilyesmik, hát akkor valószínűleg ilyen vízáltereszek is kéne, hogy azok közlekednek egymással. Műszaki kérdés, Árpád, megteszed. Igen, ezt a kérdést félig meddig érintettem még korábban, amikor mondtam, hogy több helyen le van térkövezve a közterület, és ezeken a részeken lett javasolva olyan burkolt árok elem, amely vízáteresztős fedlappal épülne, és az alja pedig perforálva lenne, tehát a vizek szikasztatók lennének. De az összes 24 darab szakaszból 6 darab ilyen van, a többi 18 darab helyszínen pedig törekedtünk úgy szétosztani, hogy ne legyen se térkő, se fa, se egyéb korlátozó adottság. Szerintem a kérdés nem erre vonatkozott. Ja. Ilyesmi, igen, azt emlékszem, hogy ezt említette. Mennyi se kell ezen gondolkoztam, hogy takarítható, hogy mely jó lesz, hogyha van alatta. Szerintem a kérdés, illetve ami engem is érdekel, de András, nem akarom beléd folytani. Nem, hát mondom, hogy erre gondoltam, hogy ott egy árkot kell csinálni, és fők ezen a térkövet, és nagy isten még magasítani is kell, vagy sügyet, hát mondom, még leginkább magasítani. Tehát, hogy ez a szint történet megjelent. Tehát ez mind a kettőt egyszerre. A te kérdésed nekem felvetett egy másik kérdés, hogy ezek az árkok, ezek milyen összeköttetésben vannak egymással. Tehát gondolom, ezeknek össze kell folyniuk. A teljes szakasz nem lehet összekötni, mert akkor az történne, hogy a víz a legmélyebb ponton gyűlne össze. Tehát próbáltuk ilyen 20-30 méteres szakaszonként szétbontani. Ott, ahol nagyon rövid szakaszok lennének, mondjuk 4-5 méter, ott pedig egy áteres csővel összekötjük a szomszédos szakaszokat. De 30-40 méternél hosszabb szakasz nem csináltunk meg úgy, hogy folytonosan összefolyanak. Tehát egyenletesen szét van osztva. A burkolt áteresz elemek azok nincsenek összekötve, azok különálló elemekként funkcionálnak. Egyedül a burkolatlan nyílt árkoknál szerepel az, hogy helyenként egy ilyen 160-as 16 cm átmérőjű áteresz csővel kötjük össze őket. Oké. Balázs? Nekem is olyan szakmai kérdésem lenne, hogy tehát akkor itt lesznek olyan árkok is, amelyek valamilyen beton
kialakításúak, és lesznek olyan árkok is, amelyek tulajdonképpen sima zöld árkok. Tehát a föld lesz... Van erre képünk, hogyha... Így van. A burkolt árok elem az így néz ki. Ez egy ilyen előre gyártott árok elem. 60 centi fenékszélességgel rendelkezik, 40 centi belmagassággal, és az fontos, hogy úgy kell őket beépíteni, hogy a úgynevezett D400-as teherbíró képességgel rendelkezzen. Ez azt jelenti, hogy egy kisebb tehergépjárművel is rá tudnak állni, hogyha esetleg kukásautó vagy bármi olyan tűzoltóautó ráparkolna véletlenül, akkor ne szakadjon be az egész. Kibír egy tűzoltóautót? Már most itt kisebbekről, de a tűzoltóautót? Kibír, igen. A D400-as, teherbírás az elbírja, a tervben ez lett előírva, tehát így kell beépíteni mindenképpen. A nyílt árok, az pedig itt a mintakeresztelvényeken látszik, egységesen fél méter magassággal, másfeles rézsűhajlással, és 40, illetve helyenként 80 cm-es fenékszélességgel lenne kialakítva. Ezek földmedrű árkok, amelyeket fűvel be lehet ültetni. Időszakos karbantartást igényelnek, de ezekben nem épülne semmilyen más elem igazából. És maga a szinkasztás az értelemszerűen a föld. Azt a föld végezni, így van. Igen. És a betonárok csak átvezeti oda. Nem, a betonárok... Abban is van szinkasztás? Nem, abban is. A betonároknál ugyanúgy a föld végezni a szinkasztást, csak helyenként, körülbelül fél méterenként egy ilyen 10 centi átmérőjű lyukat fúrnak az aljába, és akkor ott azon át szivárogni a víz. Illetve azt még megjegyezném, hogy ezeket a betonelemeket a burkolt elemeknél 20 centi homokos ágyazatra kell helyezni, tehát ugye ott a homok ágyazat is segíti magát a szikasztást. Okay. És akkor az a lakó, akinek mondjuk pont ilyen esik az ingatlan elé, ahol mondjuk eddig parkolt, feltöltötte, akkor ő rá tud tenni, vagy mi az önkormányzat ráteszünk ilyen fedett burkolatot? Ez a mi árajánlatunkban van benne, lévén, hogy közterület. Igazságtalanságot érzek most így, a mi részünkről, mert aki eddig nem temette be, és követte a szabályokat, annak továbbra is nyílt árok marad. Aki meg betemette, és nem követte a szabályokat, az most megkap egy fedett burkolatot, tehát itt némi igazságtalanságot érzek a mi részünkről, a tervről. Ez igazából kompromisszum kérdése, hogy ezek közül a tervezett nyílt árok elemek közül hányat építenek meg. Ez 24 darab árok, de hogyha most úgy dönt a testület, hogy egyet-kettőt elhagy belőle, akkor is meg fogunk felelni a feltételeknek, mert mint amint említettem, 185 köbmétert tudunk most betározni. Ez a 100 köbmétert jelentősen túlépi. Tehát, hogyha úgy döntötök, vagy úgy dönt a testület, hogy nem 24-et, hanem mondjuk 22-t vagy 20-at akar megépíteni, akkor el lehet menni ebbe az irányba is. Mekkora költségnövekedés jelent egy ilyen? A burkolt elem? A burkolt árok. Nem olcsó egyébként, mivel előre gyártott elemek, nagy teherbíró képességűek, le kell őket gyártatni, helyszíneket szállítani. A vízépítési tételeknek akár a harmadát felét is kiteheti, és egyébként nem akkora víztározó képességgel rendelkezik, mint egy nagyobb nyílt árok. Úgyhogy igazából mondhatni egy 20 méter hosszú burkolt árokelem kevesebb vizet tud egy kicsit tározni, mint egy burkolattal nyílt árok. Mi ugye arra törekedtünk, hogy minél több, minél nagyobb helyen szétterítsük a vizeket, de az tény, hogy maga ez a burkolt árokelem egy fokkal kevésbé tudja jól szikasztani a vizeket, mint egy burkolatlan szakasz. Jó, akkor nekünk kell itt egy elvi döntés hozni tulajdonképpen, hogy a jelenlegi parkoló területén hozzásegítjük-e őket a burkolt árokhoz, vagy nem. András? Egy régi tárgyaláson is már szóba jött, még az is, hogy esetleg beszállnának lakók, akik szeretnének ilyen burkolt felületet csinálni, csak akkor is fönnáll ez az igazságtalanság, hogy aki eddig belopátolta sittel, vagy földel azt az árkot, és ott parkolt,
az most ingyen kapja ezt a történetet, aki meg most szeretné ezt megcsinálni, akkor az meg... Jó, hát úgyhogy ha bocsánat... Mások nélkül csinálták ezt a abszolút, állatot, abszolút. És ezek meg fizetni kéne, tehát az megint sánta lenne az a dolog. És utána mindenki belapátolja. Meg most lehet, hogy holnap nekiesnek és belapátolják, és akkor... Igen. Mivel 185 köbméterről van szó, tehát én azt mondanám, vagy javasolnám, hogy induljunk el ezek alapján, a tervek alapján, és nekünk erre majd a későbbiekben félre kell tenni költségvetési tételeket, hogy ezt a csorbát kiegyenesítsük. Mert hogyha 185 köbméterrel ugye szinte duplájára túllöttük, akkor meg 20%-kal viszel többet a burkolt elem? A füves árok. A burkolt elemeknek a teljes tározó képessége ilyen 20-25 köbméter körülbelül. Csak hogy előbb mondtad, hogy hány százalékkal viszel kevesebbet, mint egy nyílt árok? Hát ezt igazából most mindjárt megnézek egy... Azt nézném, hogy 40 centi a belmagasság, 60 centi a fenékszélesség. Tehát már a keresztmetszetből is látszik, hogy ez jóval kevesebb, mint egy... mint mondjuk egy 80 centis fenékszélességű, 50 centis magasságú, egy másfeles rézsű hajlású árukelem. Tehát akár a dupláját is tudja tározni egy nyíltárok, egy burkolatlan nyíltárok. Csak viszont, hogyha nem lesz burkolt elem, akkor meg lesznek olyan szakaszok, ahol mondjuk 40 méteren keresztül nincs bevezetve a víz nyíltárokba, ezért kicsit lejjebb vagy följebb lesz majd bevezetve. Tehát itt például ezen a szakaszon látszik, hogy itt most van rengeteg kapubehajtó, ahova nyilván nem tudtuk az árkokat elhelyezni. Ide beletrakva egy 11,5 méter hosszú árukelem, pont azért, mert itt le van térkövezve. Ha ezt innen kiszedjük, akkor egy picivel hosszabb lesz az a szakasz, ami nincsen árokkal ellátva. Jó, tehát én továbbra is akkor azt a javaslatot tenném, hogy maradjunk ennél a kialakításnál, meg ezzel az árok mennyiséggel, és hogyha úgy van, vagy akár építkeznek, vagy bármi ilyesmi, akkor mi azt ott rendezzük. Egész egyszerűen nem látok más lehetőséget erre. Sok olyan terület van, ahol főleg itt az első szakaszon, ahol még beépítetlen telkek vannak. Nyilván, hogyha elkezdődik, akkor nekünk itt rendelkeznünk kell egy ilyen árral, hogy ezt mi meg tudjuk építeni adott esetben, akkor vagyunk valamilyen szinten igazságosak. Illetve, hogyha kifelé tudunk menni az utcán, még kijebb, és ott is mondjuk útépítés plusz árkokat csinálunk, akkor kevesebb befolyóvízzel tudunk számolni. És ott az összekötést azt meg kell csinálni. Tehát, hogyha megcsináljuk az összekötést le a Dunára, tehát akkor a felső oldalról kvázi ezt az árok kérdést, ezt megoldottuk, így van. Tehát, hogyha ott a gyermeküdülő mellett levisszük a Dunába a vizet, akkor a felső szakaszon, a Fácános utcáról bejövő, nem tudom, 150 méteren, akkor nem kell árkokat csinálnunk, így van? Így van. Mert azt elvisszük a Duna felé, az gravitál oda. Az utca felső része, bocsánat, a Bogdány felőeső, és ott is van még egy 2 méteres szint. Hogyha ott vissza akarjuk lejtetni a felszín alatt, az is hatalmas összeg, tehát akkor ott is az árokelemekkel kell majd variálni. A Fácános utcával, annak a alsó részének a felújításáról is volt szó, tehát most azon gondolkodom, hogyha tehát azt nem lehet azt megcsinálni, hogy ami a Fácános utcára jön le víz, az majd a Fácános utcán, a felújítandó Fácános utcán menjen le a Dunába. Most is ott megy, ott van árok. Igen, tehát hogy tulajdonképpen oda lugadnék, hogy tulajdonképpen az a mennyiség, ami Fácános utcáról jön le, és mondjuk most beszivárolva bemegy. Ott most nem tud bejönni, ott is szintkülönbség van, és árok van közte. Ez csak az Erzsébet királynénak a... Most azt mondom neked, a Kleméjéktől, meg vannak a Kleméjék? Szücsidék? Onnan folyik lefele. Az kifelé lejt a többi. Akkor félérted, akkor nem elgondoltam. Tehát most én úgy vettem ebből ki, hogy tulajdonképpen a szikasztó árkokkal, hogy helyben tartjuk a vizet, és amiatt nem szükséges a levezetnünk a Dunához a vizet, mert az ott elszikasztjuk. Ám de, amit említettél, hogy a Mán utca, a Svábhely utca, igen, Sas igen, utca, igen. Vizek, ugye azok, tulajdonképpen azok miatt kell berakni most a kis átjáróba. Én azt mondanám, hogyha itt vannak, akkor most nyúljunk hozzá. Uh-huh. Ez most csak egy ilyen teljesen praktikai szempont. Hozzáteszem, megengedélyeztetni kell azt a tervet a vízügyi hatóságnál, tehát
a kivitelező jövő héten elkezdi, akkor most kicsúszunk ebből, de szerintem ezt jobb most kezelni az építésnél, nem beszélve arról, hogy a rácsot azért betenni, hogy az aszfaltot hozzá tudják igazítani. Csak az a cső, az nem a Erzsébet királynét fogja levezetni, és akkor nem is a fácános. Részben. Tehát a fácános és a szikra között lévő terület. Ja, az oda megy be. Az oda folyik. Az oda fog majd befolyni akkor. Így van, és csak annyi megjegyzést szeretnék ehhez fűzni, hogy az utcának ugye az a meredekebb szakasza, tehát ott van arra esély, hogy gyorsan, nagyobb mennyiségű víz tud hirtelen lezúdulni. És lejjebb már ott, ahol a mostani beavatkozásokat terveztük, ott már viszonylag barátságosabbak a hossz esései az útnak. Bocsánat, tehát ez azt is feltételező, hogy egy nagy esőnél nem a 100 köbméter fog lejönni nyilván, hanem lehet, hogy már csak 60-70. Így igaz. 60-70. Igen. De az a zöld, az a zárok, igaz? Ami ott a zöld folttal van jelölve. Nagyságrendileg, most ezt nem tudnám... Ott jönne le a Schwabhegy utca és így van. Nagyjából az a... Igen. Uh-huh. Hát egy szerkezeti térképet kellene most nézünk, de szerintem az nektek nincsen. De azt... Hát az a falamról? De valószínűleg az a zöld, az a zárok. Nagy valószínűség szerint az igen. Nem, a falamon van a szerkezeti. Hát van, ha érdekel egy komoly meló. De nagyjából ez az árok rendszer, ami önkormányzati tulajdonban van. Igaz, hogy most az Erzsébet királynén az most ott mint kertként szerepel a háznál, a Schneideréknél, de annak a széle, a 3 méteres darab az önkormányzati terület. És így kötődik össze. Tehát, hogy most az utat minden jó minőségben megcsináljuk. Még ha nem is kapunk még engedélyt a rácsos keresztszelvényt, akkor is azt kérem, hogy Azt rakjuk be, és akkor most majd egy ilyen túlfolyóként fog rá reagálni, így van? Jó. Tehát belefolyik, és akkor túlfolyik rajta. És hogyha megvan a cső, akkor annak a levezetésnek ott mit ajánl, felszín alatti vagy felszíni? Én felszín alattit javasolnék, mivel elég nagy az esés, aha, és a felszín alatti csatornánál lehetne bukóaknákat építeni, az azt jelenti, hogy 10-20 méterenként elhelyezünk egy tisztító aknát, és ahogy befolyik a cső, ugye a következő kimenő ágnál már másfél méteres szint különbség van akár. Egy nyílt ároknál nagyon nagy esést kellene kialakítani. Nehéz olyan burkolt medret kialakítani, ami ekkora esésnél tudja garantálni azt, hogy nem fog kimosódni maga a burkoló elem. Egy zárt csatornánál könnyebb játszani a szintekkel igazából. Uh-huh. Hát így néz ki az Erzsébet királyné utca. Magában. Nekem még a szikkasztáshoz kapcsolódom, hogy elhangzott, hogy optimális esetben ugye 8-9 óra alatt elvédjük a szikkasztani a vizet, az árok, és hogyha esetleg mégsem, mert mondjuk agyagréteg van, akkor az utólag fog kiderülni, és akkor lehet, ami elhangzott, ilyen 10 centis. Hát itt igazából kérdés az, hogy milyen elvárás van a szikkasztással kapcsolatban. Hogyha agyagos a talaj, akkor is el fog szikkadni, csak lassabban. Tehát a jelenlegi helyzethez képest már az is megoldás lenne, hogyha akár egy agyagos talajban csinálunk több nyílt árkot. Ha valóban olyan szikasztási tényezője van a talajnak, mint ami mondjuk a földtani térkép alapján becsülhető, akkor áll elő ez a 8-9 órás időtartam. De a kivitelezőnek volt ez a javaslata, hogy már egyből az elején ő csinálna ilyen nagyobb leásásokat, hogy biztosra menjünk. Úgyhogy azt mondom, hogy igen, gyakorlatilag ez kicsit ilyen puding próbálja az evés kategória, hogy ha idővel kiderül, hogy még jobb szikasztást kéne elérni, akkor lehet utólag is lefúrni ilyen 2-3 méter hosszú csőszakaszokat. Értem, köszönöm. De nem tudjuk, hogy ki a kivitelező. Nincs ebben semmi történet, tehát voltak cégek, akik eljöttek, és bekapcsoltuk telefonon, a Bitunova itt volt, és érdeklődött a szakmai megoldás után, ez nem titok, egy ilyen szakmai fórum volt, ahol kihangosítottam a telefont, és azt mondtam, hogy Árpád a feltett kérdéseket válaszolt meg. Ennyi. Csak azért jutott tehát ez egy kivitelező volt, aki rákérdezett, és eljöttek, és megnézték. Volt ez név szerint a Bitunova volt, tehát ez. Csak hogy ne legyen ugye pangóvíz, tehát hogy akkor arra lesz ilyen. Nem, tehát ebbe az a trükk, hogy ezeket a fedetteket, ahogy én itt ezt megtanultam ezeken a tárgyalásokon, tehát ezeket be lehet fúrni.
tehát be lehet fúrni a talaj alá. De egyébként voltak még 5 évvel ezelőtt, amikor az első nagy tervet csináltuk a Tandem Kft-vel, akkor a Pejkámárhoz csinált egy ilyen kis ásatásos, ilyen kavicsos réteg jött ki, tehát annak a vízelvezetése elég jónak minősül, de ahogy mondtátok, itt ugye alatta van egy 20 centi réteg, így van. És azzal menni lehet, menni kell. És azt elmondod, igen? Pontosan nem emlékszem, hogy mettől meddig tartana a felújított szakasz. 322 méterről van szó, ugye? Ezt nagyjából azt tudnám megmondani. Helyrajzi számot tudunk mondani. Tehát a gyalogút, ha onnan indulunk, akkor visszajövünk. Az Erzsébet királyné 20-ig, Patócs Laciék, majdnem a Brigék vonaláig. Ez egy jelentős szakasz. Jelentős szakasz. Azt tudni kell, hogy ezeken a területeken nekünk, tehát az Erzsébet királynéval évente van egy 50 darab kátyú, 50-55. Ez a szakasz az a legsűrűbb, nyilván itt áll meg a víz, és itt fagy föl. Itt egy ilyen 30-35 kátyút küszöbölünk ki. Ezért is mentünk ebbe az irányba, hogy ez a település üzemeltetésnek is azért olcsóbb, mint ugyanez a pénzért, csak a vizet vezetjük el, így viszont kapnak egy pluszutat is. Illetve még annyit fűznék hozzá, hogy ugye ez a sikeres vagy szerencsés Magyar Falu programpályázat, ez elsősorban egyébként útfelújítás és híd műtárgy felújítást támogat, amihez természetesen hozzákapcsolódik magának az útnak a vízelvezetése is, mint támogatható tevékenység, de alapvetően ez az út felújítás. Tehát önmagában a vízépítés, vízelvezetési feladatok nem biztos, hogy támogathatók ebből a pályázatból. Oké. Jó, köszönöm szépen. Akkor itt a szerkezeti tervünk, a Brigi fölemeli. Kicsit hiányolni fogunk téged addig, Brigi. Erzsébet királyné utca, fekete pöttyözött rész, ez a szerkezeti tervünkön kialakult. Tehát itt ezt a telket cseréltük el, közvetlenül megyünk az üdülő mellett, látjátok, ez egy üdülő övezet. Átmegyünk, itt a telek, ez a magántulajdonom, amiről beszéltem, ez most be van kerítve. Itt jutunk ki a Málna utcáig. Szerintem a Málna utca még nem jutott el idáig, tehát itt még, tehát körülbelül itt van előtte 2-3 telekkel a zsáknak a vége, de a telekalakítások most folynak, és megyünk itt a Schwab-hegy utcához, ami nagyjából most ott a Rudolf Robinak a nem szabályosan odaépített garázsáról ütközünk neki, és megyünk át itt a Cseresznyés utca és Levendula utca, ami még nincs megnyitva, hanem itt szépen, hogy veszik a telkeket, úgy mennek befelé, és akkor ez lenne összekötve az öreg Kálváriával, amit én személy szerint úgy egy kicsit elvetnék, mert hatalmas forgalmat generálna. Tehát ennek a Levendulának akkor van értelme, hogyha ez itt össze van kötve, és rá tudjuk vezetni a Schwab-hegyre, illetve a Málna utcára. Egyébként az Ady Endre, meg a Cseresznyés utca és Öreg Kálvári utca az elbukik forgalom szempontjából. Bírod meg, Brigi? Na, szóval ez az a rész, aminek mi most az első és legfontosabb részét le tudjuk tenni ennél a kivitelezésnél. Jó, Brigi, és akkor még egyet, mint helyi lakos. Hány számig megyünk el? 19, az ti hány vagytok? Ti vagytok? Ja. Egy ilyen 20. Bocs. Tehát nagyjából a Patócsa cég vagy a Patócsa cég szülei, hogyha most így nagyjából mondanom kéne. Ők a 21? Ők már 21, tehát akkor a Patócsa cégig. András? Bocsánat, hogy csak annyit szeretném kérdezni, hogy látszod most, hogy az rész az egész utcának, hogy ez 320 méter, ugye, és tudjuk azt, hogy hány méter az egész utca? Nekem egy 800 méteres útszakasz van a fejemben, amikor még 5 évvel ezelőtt megterveztük. Akkor 5 évvel ezelőtt volt ez egy 80 milliós, ha jól emlékszem, nettó felújítás. Hát most ennek a tulajdonképpen 40%-át tudjuk megcsinálni, 30 vagy nem tudom hány millió forintból, ez majd a kivitelezőtől függ. Ugye, 800 méteres? Én is úgy emlékszem, hogy ilyen 830-840 méter. Azt mondanám, hogy szűk egy kilométerről 11, beszélünk azért. 11-es útig. Igen, a Fácán mostól 11-es útig. Bekötéssel, igen. Így van. Ez egy komoly tétel azért.
De a legnehezebb, legkockázatosabb rész ez, az ez a, ez a belső szakasz, mély szakasz. Jó, van-e még kérdés a szakemberekhez? Jedző úr, látom, bekapcsolta. Ja, jó. Jó, tehát akkor árok, fedett és nyílt árok, és akkor nekünk pedig erre fel kell készülnünk a jövőben, hogy ezt ki kell mondani, hogy ez nem a szerencsésebbik, de hogyha így férünk bele az árba, akkor, akkor ezzel majd hozzá kell járulni nekünk, és akkor én meg azt mondanám, hogy hagyjuk benne az összes árkot, hogy maradjon ez a plusz, és akkor szépen kialakítjuk adott esetben majd a, egyenként leülünk a tulajdonosokkal. Jó? Jó, akkor szakmai kérdés nincsen. Akkor menjünk át az árajánlatokba, ott viszont a jegyző úrnak a szakmai segítségét kérném. Még a Magyar Falu Program döntéshozatal előtt ugye a rendelkezésre álló műszaki tervdokumentáció alapján egy feltételes beszerzési eljárást indítottunk. Ugye ez nem közbeszerzés köteles a becsült tervezői költségbecslés alapján, ez a beruházás, tehát a felújítás. Feltételest pedig azért tettük, hisz még nem volt ismert a Magyar Falu Programon a pályázati döntés. A meghirdetett ajánlattételi határidő alatt egyébként megszületett a döntés, erről az ajánlattevőket értesítettük, és már ennek ismeretében nyújtották be az ajánlatokat. 5 ajánlat érkezett. A kivitelezésre, és azzal párhuzamosan, miután a támogatói döntés megszületett, műszaki ellenőrzésre is kiírtunk egy ajánlatkérést, mivel azt is a pályázat is egyébként előírja, hogy ilyen esetekben műszaki ellenőrt is kell a kivitelezésnél alkalmazni. Annak az ajánlatai is beérkeztek, és kiküldtük a képviselőtestület részére. A kivitelezésre beérkezett ajánlatok között van szórás. A bruttó árat nézzük, akkor olyan 12-13 millió forintos szórás van a legolcsóbb és a legdrágább ajánlat között. Műszaki szempontból a tervezőket kértük, hogy tekintsék el az árajánlatokat. Ezt ott az előterjesztésben leírtuk, hogy műszaki szempontból megfelelnek. Ha a pénzügyi alkalmasságot nézzük, akkor a kivitelezésre beérkezett 5 ajánlattevő közül 3 szerepel a köztartozásmentes NAV adatbázisban. Tehát ők azok, akik ilyen szempontból is alkalmasak a szerződés teljesítésére, a munka elvégzésére. Egyébként ez a 3 a Beta Tip, a Bola és a Bitunova Kft. A műszaki ellenőrzésnél pedig ugye azt hiszem 4 ajánlat érkezett be, ott nyilván ez egy jóval olcsóbb nagyságrend. Ott a legolcsóbb ajánlatot egy váci egyéni vállalkozó tette, azt követi pedig a Duna Bogdányi illetőségű műszaki ellenőri ajánlat az árak szempontjából. Az drága. Ja, igen, egy dolog, és úgy a Duna Bogdányi, igen, bocsánat, rosszul mondtam, igen. De itt ugye ilyen 10000-es különbségek vannak köztük. A kivitelezési ajánlat között pedig ugye 30 millió forint a pályázati nyeremény, ezt mindegyik ajánlat meghaladta, de ezt tudtuk is, hisz a tervezői költségbecslés is egy bruttó 35 milliós nagyságrendet határozott meg. Tulajdonképpen az 5 ajánlat közül 4 ezen belül van, és egy az, amelyik ezt meghaladja bruttó 40 millió fölötti árral jóval. Jó, akkor az első árajánlat, amit ti láttok a gépben, mert ugye sorba raktuk, ők nem voltak benne a... Így van. A köztartozásmentes nyilvántartásban. Jó. Akkor szorosan követi őt a... illetve X plusz 2 a Beta Tip. Annál egy picivel több
Bituna Kft. És utána következik. Ő nem szerepel? Igen, és akkor ez a... Bocsánat, és akkor ott már utána már egy 40 fölötti jön. Igen. Tehát azt gondolom, hogy két cég az, ami között választani kell. Kétségtelenül, hogy az egyiknek van helyi érdekeltsége, bár a cég nem ide van bejelentve, a másik pedig már dolgozott Dunabogdányban, illetve mind a kettő dolgozott, tehát innentől kezdve ezt tekintetjük így. Jó, akkor a kettőt kivettük, hivatkozva a tiszta pénzügyi háttér kérdőjelére. András. Igen. Az árajánlatok érvényesség ideje szerintem most mindéken rajta van, 60 napig érvényes. És a mindegyik ajánlattevőt megnyilatkoztattunk arról, hogy milyen határidővel tudja elvégezni a munkát. Itt a szóban forgó három versenyben maradt cég esetében a szeptember hónap irányadó, tehát szeptemberben tudják elkezdeni a munkát. Gyakorlatilag ugye itt a kötelezésünk a vízművek részéről, felvási vízművek részéről október vége, tehát eddig nagy valószínűség szerint be is fogják tudni fejezni. Gyakorlatilag nagy szeptember elején, illetve szeptember közepén ezt a munkakezdést jelezte mind a három cég. Hát a végére nem kérdeztem rá, mert nyilván a nekünk a minél hamarabbi munkakezdés a lényeges. Nem tudom, tervező oldalról lehet, hogy tudnak mondani egy becsült munkavégzési időt. Remélem. Annyit tudok biztosan mondani, hogy azért a november 15-e ugye az a téli üzemnek a kezdete alapesetben, ugye november 15-től március 15-ig, azért addig szerintem be lehet fejezni ezt a beruházást, hogyha szeptember közepén, első második hetében meg lehet kezdeni. Igen. Balázs, parancsolj. Ezt köszönöm ennek az említését, mert ezt már is többször mondtam, hogy ez november 15, március 15 volt lenne a burkolatbontási tilalomnak a általános működése. Én azt vetném föl, mint gondolatot, hogy ha itt most szépen le lesz aszfaltozva az út, hogy tehát ennek a bontására valamilyen moratóriumot érdemes lenne megfontolni, tehát aki most szeretne bekötni vízt, gázt, bármit, azt most tegye meg, és utána néhány évig ezt ne bontsuk. Ezt, ha lehet, ezt a szakaszt. Én egy ilyen igényről tudok, ahol egy üres teleknél, ahol most a főváros vízműveknél is, illetve a gázműveknél is intézik a bekötést. Nyilván a burkolatbontási tilalmat 5 évre el lehet rendelni, tehát ez a képviselőtestület kezében lévő lehetőség. Mert kár lenne érte, ha most szépen elkészül, és jövő tavasszal már kezdődne a vágás. Mármint az, ami előre tervezhető, nyilván egy hiba van. Abban nem tudom mit csinálni, csőtöréssel mondjuk adott esetben. Persze. De egy tervezett közműépítéssel azért ahhoz lehet kezdeni. Hát ezen a szakaszon, hát mondjuk mindenhova nincs bekötve, azt nem lehetne mondani. Ki tudjuk értesíteni, akik egyáltalán szóba jöhetnek üres telek tulajdonosok, hogy ahol mondjuk fizikailag elképzelhető. Nem az a problémám, hanem az, hogy ott ha a gázterveket meg minden kell készíteni, az nem férnek bele november 15-ig. Azt tuti. Nekünk meg kell csinálni az utat, hogy a víz az el tudjon menni. Tehát azt kell mondanunk, hogy lehet, ugye elkezdett egy olyan forgatókönyv, hogy most elaszfaltozunk, mondjuk október 30-ig, és a jövő mert április 15-én valaki egy házat szeretné építeni, és elindítja a közműbekötést, akkor ugye vágni kell. És akkor vagy azt mondjuk, hogy hát most 5 évig nem vágja, vagy mit mondunk? Hogy őszintelek, most ez egy személyes vélemény, nem tennék ilyet, mert nem tenném ekkora hátrányba az üres telkeket. Meg itt nem azt néztük, hogy hol van üres telek, meg hol nem. Zárójelbe teszem, még pont ott vannak a nyílt árkok is.
Tehát ez már egy ilyen dupla hátrányba hoznánk őket egész egyszerűen. Hát igen, ez a... Hogy is mondjam, ez a hátránya a magyar építkezésnek, hogy, az út meg van nyitva, de nincsen minden bekötés megcsinálva. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a kockázatot egész egyszerűen ezzel együtt kell élnünk. Hozzáteszem, a foltok legtöbb esetben most már szerintem mondjuk látva az Ady Endre utcán inkább, hogy is mondani, ilyen látványhibákat jelentenek, meg egész jól összeolvasztják őket. Nem tudom persze, hogy 5-10 év múlva ez hogy fog kinézni, de most jelenleg ez megoldható. Nem tudom, ez hogy látod, Ravin? Ez technikailag nem örülsz neki, gondolom, hogyha vágnak. Hát igen, úgy néz ki ez, hogy jobb lenne célszerűbb előtte megépíteni, ahol még esetleg bármilyen telekre lévő közműházi bekötés nincs még kiépítve. Semmi nincs ezeknél? Vagy... A maximum csatornát oda vitték a... A csatorna esetben ott van. Hát egyrészt nyilván az önkormányzat tud egy burkolatbontási tilalmat előírni az új, újonnan elkészült burkolatra, de amit még érint, ugye az a kivitelezőnek a garanciája az általában 36 hónap szokott lenni, hogyha valaki, bárki más ügyből ugye hozzányúl ehhez az úthoz, akkor annak a szakasznak, vagy akár az egész szakasznak ugye a építői garanciája az onnantól kezdve nem él tovább. Úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, illetve ha hát lehetne egy ilyen köztes megoldást is, de az nem biztos, hogy annyira túl szép megoldás, hogy például nem épül ki csak mondjuk egy kiegyenlítő réteg idén, és akkor jövő tavaszig, vagy nem tudom, hogy mi a pályázatnak a határideje. Ezt nem tartanám szerencsésnek, mert ott meg az aszfaltárak, hogyha elszaladnak. Van erre példa? Van erre meg példa. A pénzzel ragadunk be. Igen, hát ezt abban az esetben lehet csak meglépni, hogyha most a szerződéskötéskor már vállalja ezt az adott kivitelező, hogy akkor még ugye van itt egy jó plusz fél év a jövő tavaszi, mert ugye télen nem célszerű aszfaltozni, bár igazából olyan időjárás szokott lenni mostanában, hogy nincs különbség, de ragaszkodjunk azért inkább ehhez. És hogyha ebben a fél évben még előkerül valami, vagy addig sikerül értesíteni a tulajdonosokat, akkor addig lehet vágni, mert utána úgyis jön rá egy újabb aszfaltréteg, a végén egy felső kopóréteg, ami alatt talán lehet úgy dolgozni, hogy ne legyen később probléma belőle. Tehát ez egy ilyen köztes megoldás, de nyilván ez azzal jár, hogy jóval később fejeződik be. Árpád, hogyha vizet kell, illetve szennyvizet kell bekötni, az érinti az útszakaszt? Vagy ez pont mellette fut már? Van, ahol nem érinti, de sajnos van, ahol érinti. Tehát van valóban sok... Gázbekötésnél? Gázbekötésnél is, tehát ezeket ugye sokszor nyílt áron. Van itt nálad olyan térkép, ahol a közművek mennek? Így van, igen. Itt van egy közművekemplán. Igen, tehát itt látszik például, hogy ezeken a telkeken kiépült bekötővezeték. De... Egy oldalon fut az összes, ugye? Gáz és víz is. Vegyesen, tehát ugye itt az északi, bocsánat, a tárgyalás szerint a déli oldalon van a gázvezeték, ez egy középnyomású gázvezeték. Okay, nincs egy oldalon. Viszont az útnak a másik oldalán húzódik az elválasztott rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna. A vízvezeték, vágni kell. Igen, a vízvezeték pedig megint a másik oldalon van, és ez így keresztbe kasul megy. Itt ezeken a telkeken, például itt van kapásból kettő telek egymás mellett, itt nincsen semmilyen bekötés kiépítve, itt látszik is. De itt még épület sincsen. Ott, ahol épület van, ott már ki vannak építve a bekötések, de nagyon sok még hiányzik. Én nem mennék el a moratórium irányába, még a 36 hónap ellenére se. Egész egyszerűen akkor a hátránya most üresen álló telkeknek, hogy ez. Viszont ugye a tanulság, most hát hogy a tapasztalat inkább úgy mondom, hogy az lehet ebből, hogy most ez meglátjuk, ez hogy lesz, de a következő, majd a következő stádium, a következő szakaszok lépünk, hogy viszont akkor lehet, hogy érdemes előre, majd erre is gondolni, hogy mert jobb, hogyha időben mondjuk valamilyen lépcsőben megvan, hogy milyen utcákban haladunk majd, vagy milyen szakaszokon, hogy kértestem előre,
mert viszont így benne van a pakliban az, hogy a csőtörés az csőtörés, azzal sok mindent nem tudunk kezdeni, viszont a tervezett közműbekötések, azok kellő időben, ha jelezzen a egy ingatlan tulajdonosnak, hogy itt most lesz egy év múlva, vagy hat hónap múlva egy útépítés, inkább egy év, mert ugye ezek hosszú átfutású dolgok azért, az engedélyeztetés meg a meg is tudja csinálni, meg a pénz is összegyűjön hozzá, meg a szándék, hogy megtalálni, meg kiértesíteni, hogy most szépen megcsináljuk, és jövőre mondjuk 2-3 telket elkezdenek beépíteni mondjuk, és ugye felvegel 2-3 helyen, az, hogy a úttervező úr is mondta, az nem a legszerencsésebb, viszont erre akkor már gondolunk kell a más utcák esetében. Hát annyiban, hogy ez egy kényszer helyzet itt a víz miatt, mert ha nem csináljuk meg a vízelvezetést, akkor itt házakat önt el egy zivatar. Más út stratégiában ez tud szerepelni, ezzel nincs probléma. Itt nem. Itt az a hátrányunk, hogy itt leginkább a beépítetlen telkek azok, ami problémákat jelentenek. Tehát nem egy meglévőbe akarnak bevezetni, hanem a még nem beépítettekre. És ez akkora hátrányt jelent mondjuk egy ingatlan tulajdonosnak, vagy bármi, hogy ezt egész egyszerűen nem látom igazságosnak kezelni egész egyszerűen. Tehát itt most kényszerpályán vagyunk, és ezzel tudunk játszani. Annyit hozzáfűznék, hogy a közművek közül a vízvezeték az, amelyik a tervezett út alatt megy, és itt leginkább a vízbekötések esetén fordulna elő az, hogy az útburkolatot fel kellene bontani. András? Akartál még Balázs erre ráfűzni? Egy utolsó mondat, hogy jól értettem, hogy úgy van a garancia, kivitelező garancia, hogy ha most megint egy képzelt forgatókönyv, hogy április 15-én egy épületház és azt mondja, hogy szeretné bevinni a vízgáz csatornát bármit, inkább a vizet, leginkább a vizet emelem ki, és meg kell vágni egy szakaszt, akkor a 36 havi garancia az akkor eltűnt az egész szakaszra. Jó, a szerződés kérdése is lehet, sőt egyességkérdése. Kérdése, így van. Mi a szerződő feleket megszűrhetjük még, és lehet, hogy ez lenne a javaslatom egyébként, hogy itt a két cég, a Betatip és a Bitunum olyan közel van egymáshoz, hogy én lehet, hogy inkább arra kérnék felhatalmazást a képviselőtestületől, hogy mind a kettővel még üljünk le, és ezeket a adott esetben garanciákat vagy időkérdéseket tegyük föl mind a két cégnek, a feltételeket, és hogyha mondjuk mind a kettő az összeset pipálja, akkor maradunk az olcsóbb árajánlatnál. És akkor szerződök én egyedül, vagy hogyha az összes megvan, vagy ha kívánjátok, behívjuk a két kivitelezőt, és elmondják a feltételeiket, és ennyi. Tehát arra, nem tudom, hogyha már a nyaralás letelt, ezt meg tudjuk futni, ezt a kört. Igaz, mi jövő héttől leállnánk, ugye? Héten? Két hétre, de a héten ezt még meg tudjuk csinálni, tehát erre kérnék akkor inkább javaslatot. Tehát, hogyha mi ezeket fölvonultatjuk nekik, és válaszokat adnak, és mondom, mind a kettőnek kifogástalan válaszok jönnek, akkor ez van. Adott esetben még egy pici versenyt is tehetünk közöttük. Ez már rajtunk múlik. A két árajánlat, tehát most itt ne hallgassuk el tulajdonképpen. Szűk 300 000 forint különbség van. Tessék? 1%-on belül tulajdonképpen. Uh-huh. Azt lehet, hogy ezt a kettőt kiválasztja a testület, akkor akkor a szerződés kötés tárgyalásokat. Megnyugtatná azt titeket, hogyha most a képviselőtestületet, hogy találkozunk külön-külön a két kivitelezővel, tehát nyilván fél óra eltéréssel, és akkor le tudunk még velük egyeztetni. Tessék? Ez a kérdés, hogyha szeretnétek is a testület, akkor ők szerintem el tudnak jönni, vagy leülök velük én, és hát ez nem olyan teljes körül. Abból a szempontból én örülnék, hogyha itt vagytok, hogy akkor az összes ilyen klasszikus problémát vagy kérdést fel tudjuk vetni. Adott esetben, Robin, hogyha te itt vagy, az se baj, de ezt most nem akarok még egyszer kirángatni Pestről, vagy hogyha ezt meg tudjátok tenni nekünk. De majd egy vacsorát beiktatunk esetleg utána, és akkor ezt meg tudjuk tenni. Tehát ez, ne adj Isten, ez egy ilyen tanuló fázis lehet a képviselőtestület életébe, mert hogyha azon fogunk gondolkodni, hogy továbbra most már elindulunk, és mondjuk évente egy-egy utat megcsinálunk, akkor tudjuk, hogy milyen szakmai kérdésekre lehet felkészülni. Én egyébként nem bánom, hogyha megismerkedtek a kivitelezőkkel, mert ez
Viszont... Én nem minden esetben tudok szakmai kérdésekre választ adni. Ennyi. Viszont mondjuk egy olyan egy jövőbeli állapotot mondok, hogyha egy ma még bármelyik X utcába belekezdenénk jövőben, akkor ugye előtte, ha lenne egy ilyen egyéves felkészítés, hogy aki szeretné, az most a között vigye be, utána viszont érdemes elgondolkodni az 5 éves moratóriumnak a burkolatbontási moratóriumnak a bevezetésén. Csak nyilván akkor megkagyna azt a lehetőséget, hogy igen, időben... De képzeljük el azt a helyzetet, most ezt a falu belső területére is mondom, de itt még könnyebben elképzelhető, hogy üres telkek vannak, és valaki el szeretné adni a házát, és azt mondanák, hogy nem tudod eladni a házadat, illetve nem tudom, buksz rajta 10 milliót a telkem, mert 5 évig nem tudod bevezetni a gázt, tehát se vizet, se gázod nem lesz. De van egy évben, hogy bevezessem. Igen, de sok minden változik. Most ez már egy másik történet. Én ezzel a moratóriumon szerintem ez egy kicsit szigorú, vagy nehézkes történet. Nyilván, akinek van erre pénze, vagy területe, vagy önkormányzatnak, azok kijelölik a parcellákat, mindenhol megcsinálják a csonkokat, és akkor lehet oda a házat építeni. Tehát tudjuk, hogy mi lenne ennek a legszerencsésebb módja. Jó, más kérdés, hogy az emberek pedig vállalták a kockázatot, amikor ezekkel a hiányosságokkal, nagy Isten, építkeztek, vagy nem építkeztek. Jó, ez most csak egy gondolat. Most ez egy abszolút logikus történet. Abszolút logikus történet. Azt mondjuk, nem tudom, hogy mi van, abban az esetben, hogy kiértesítjük, hogy egy év múlva útfelújítás lesz, mindenki kösse be, az adóbevételeink mondjuk egy Covid miatt nem úgy alakulnak, és mégse fogunk utat építeni. Tehát ezek úgy szintén ide csatlakoznak. De jó, de ezzel majd egy bizottsági ülésen el lehet rugozni. Ebben az esetben, mert itt vízelvezetésről van nagyon fontos szerepe és határidőnk, itt szerintem nem tudjuk ezt érvényesíteni. Ez az én véleményem. Jó. Jó, de attól függetlenül mondhatjuk azt is, hogyha bizonyítható, és ez a cégekkel kell, hogy nem a felvágás miatt, vagy a bekötés miatt keletkezett ott bármi hiba, vállalják-e így is 36 hónapra a garanciát? Ez a kérdés. És szerintem ezt egy műszaki ellenőr egy pillanat alatt megmondja. Jó? Meg akkor egy olyan minőségű aszfalt javítást kell elérnünk, ilyen szakmailag, ami az tényleg olyan, hogy az nem süllyed meg, az körbe van perforálva, nem tudom, mi a... Szokták ilyenkor gondolom előírni. Nézzünk majd meg szerintem egy-két ilyen, nyilván ezt nem mi vagyunk az elsők, ahol ez felmerül, megnézhetünk ilyen példákat, ahol ez már van. Jó, nekem egy akkor az lenne a javaslatom, hogy a kivitelezőkkel találkozzunk. Itt hol vagytok a héten, ez egy gyors kérdés. Jó, akkor még megkeressük a kivitelezőket, vagy a pályázókat, és akkor ide hívjuk őket, jó? Egy ilyen gyors... Döntsünk, hogy akkor ezt a két pályázót... Igen, akkor viszont most csak arról tudunk dönteni, hogy a Bitunovát és a Bétatit kiválasztjuk, mint... Választjuk ki. Műszakilag és pénzügyileg is alkalmasak. Jó. És akkor szerzés... András, bocsánat, és a tárgyalást volt. Tényleg ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy akár egy ilyen stratégiába ezt is be lehetne építeni, hogy bármikor gondolkozunk valami útfelújításon. Mert már közben ezen gondolkozom, hogy ha már beadjuk a pályázatot, az már elég komoly szándék a részünkre, és azok az elbírálásáig már meg lehetne hirdetni, hogy itt tényleg komolyan szeretnék csinálni valamit. És hát gondolom, hogy az elsősorban beépítetlen terkekre vonatkozik, már ahol ház van, ott minimum víz, az szinte biztos, hogy van. Tehát az maximum ott van opció, hogy van gáz már benn, vagy nincsen, de aki éppen abban gondolkozik, hogy eladná a házát, akkor az bevezeti a gázat, mert az értéknövelő abban a pillanatban. Főleg, hogyha utána moratórium lesz a beépült telkeknél már tényleg csak a gáz az, ami felmerülhet. A vízcsatorna az szinte mindegyiken ott van. Itt ugye ebben az utcában, az üres telkeknél, amikor egyébként a pályázatot beadtuk, nyilván az megjelent az újságban, megjelent több helyen. Mondom, egy ingatlan tulajdonos volt, most tervezi számra nem emlékszem, nevét nem akarom mondani, aki jelezte, hogy segítettünk is neki térképmásolatot a tulajdoni lappal, hogy el tudjon indulni a közműveknél. Más nem volt. Tehát én azt is érzem egyébként, hogy lehet persze, meg lehet, majd most nem akarom ebbe az irányba elvinni a tárgyalást. Én azt gondolom, hogy az egyéves időtávlat is sokszor olyan, hogy
akkor így elmegy az ingatlan tulajdonos füle mellett, de lehet, hogy a 364. napon eszmél, hogy hoppá, neki akkor változott valami, és akkor már hiába indítja el. Tehát ez egy nagyon nehéz ebben tényleg megtalálni. Ez minimum egy fél éves procedúra, hogyha... Hát ez igen. Ez persze mondhatjuk azt, hogy mi levédtük magunkat, csak ugye a de ezt tényleg majd egy bizottsági ülésen kell előhozni, településfejlesztés, hogy a problémám az, hogy ugye mi most tudjuk, hogy melyik utcákat szeretnénk megcsinálni, mondjuk a forgalom terheltsége alapján. De azt is tudjuk, hogy ezt mondjuk befolyásolja most legalább minimum egy vagy két olyan történet, ami változtathat a történeten. Tehát ez egy nagyon nehéz ügy, de ez az üdvös. Tehát ez nem kérdés. Bocsánat, ennyi. Nem csak távlatilag, hogyha tudnak erről a lakosok, hogy van ilyen gondolkozás, meg ilyen irányú tervezgetés, hogy tudják azt, hogy érdemes a telkekre mindent bevezetni. Tehát ez közül művesen eladni, hogyha valamikor valahol el akarják adni, mert akkor van a biztonságban. Mert hirtelen egyszer lesz egy aszfaltozás, vagy bármi, akkor egyrészt tönkret ér a telek, másrészt meg nem lesz kitéve ilyennek, hogy esetleg nem tudja eladni, mert éppen nem tudnak fizetbe kötni. A másik? Csak annyi javaslatom lenne, hogy mivel itt a víz a kardinális kérdés, esetleg itt lehetne azt, hogy még amíg el nem kezdődik ez az építés, addig a hiányzó telkeken esetleg erőltetni a vízbekötések kiépítését. Magántulajdon. Tehát időben magántulajdon, és időben ez. Ez nem fut át addig egész egyszerűen. Most így alakult. Augusztus van. Jó, én azt gondolom, hogy ha most lesz még 5-6 vágás, Lesz. Tehát ezt most ott majd műszakilag ellenőrzünk a legjobban, amit tehetünk. Viszont van még egy, ami hát, ugye eddig is beszélgetünk róla, hogy valamikor is stratégia az volt, hogy előbb a közműveket csináljuk meg, és utána a burkolatot. És ez megint egy nyomós dolog ebben, mert hogyha ez csőtörésnél is bukik a garancia, már pedig gondolom, hogy nem bukna. Jó, az Erzsébet királyné csővezetékről annyit kell tudni, hogy ez 80-as évek közepe. Hála Istennek, tehát ott ritk van, de sok, igen. Itt azért kell majd hosszú távú gondolatokba elmélyedni, mert ezeket nekünk mélegelni kell. Jelenleg annyi pénzünk nincsen, hogy vízi közművet is tudjunk cserélni. Zárójelbe teszem, ezt mindig is mondtam, a József Attila alatt ki van cserélve, amikor a 2000-es évek elején a Millenniumra csinálták a Szent János teret, hegyalja, egészen a Táncs és a Helenbai doktor úrig, illetve itt ki vannak cserélve, nincsenek is csötörések. A Hegyalja utca, itt a templom környékén, azt hiszem két helyen van megvágva, mind a kettő bekötés volt. Ott volt 5 éves moratórium egyébként. Ott volt 5 éves. Volt. Tehát van erre példa. De annak a leginkább tanulság, hogy ahol ki van cserélve, az jó. Ezért mondom, hogy hogyha nem tartjuk ezt a sorrendet, akkor fixen arra lehet számolni, hogy akkor nincsen garanciánk a felújításokra, az út felújításokra. Hát ezek lehetnek majd egy tárgyalás kérdései, hogyha amikor a kivitelezővel megállapodunk. Balázs? Már nem akarom húzni, de csak most ezt, amire említettem. Tehát azért vannak itt a szakemberek, jó, hogy okay. Minden kérdést tegyünk föl nekik. Tehát ez most lehet, hogy a tévénézőknek unalmas, igen, de mi meg körbejárjuk, jó? De hosszú távra ez majd rengeteg információt. Most nem is te említetted, Gergely, a Táncs utcát, Helenbai doktorékat, igaz? Igen. Na, ugye volt ott egy olyan eset, és beszéltük a legközelebb ilyen útépítés, amikor lesz, hogy ott van egy pont, ahol ott is ugye valami hiba volt, javították az aszfaltot, nem folyik le a... Tehát meg is van a vízelvezető, minden megvan, csak egy kicsit az aszfalton kell korrektúrázni, hogy egy ilyen... Ezt felfrissíteném ezt az vagy ezt alkudjuk a bele? Igen, hogy ha már... Igen. Mert akkor ki, akkor ezt a... Tessék? Igen. Hogy akkor ezt szerintem egy kis marással ott helyre néztem. Ugyanaz volt, hogy eredetileg elfolyt, felvágták, visszaaszfaltozták, az mondjuk ennyivel nagyobb lett, már nem folyik le, és ugye ott megáll a víz, és felcsapja a házfalra, meg a hordalék is megmarad. Jó. Oké. Okay. András? Nem teljesen itt tartozik, de most jutott eszembe az, hogy a tavalyi örvendőre útfelújítás, meg a csőtörések, tehát ott milyen garancia volt, hogy mennyibe érintette ezt? Ott nem volt erre garancia. Ugye ott nem is voltak tervek tulajdonképpen, ott vízelvezetéssel idézőjelben nem kellett igazából foglalkozni. Meg van lejtetve, és szépen...
De volt egy szakaszon, ahol megsüllyedt, és ott újra aszfaltoztak. Itt rögtön a legelején, tehát a vízelfolyást azt megcsinálták. Ez mondjuk ebből a szempontból a helyi cégnek jobban áll az ászló, mert ki fog menni és meg fogja csinálni, tehát nem fog egy olyan, nem fogja hallgatni, hogy mit rontottál el, de biztos vagyok benne, hogy mondjuk a Bitunov esetében is nincsenek ilyen probléma, a Sváb-hegy utcára is visszajöttek, miközben nem ők, igazából nem ők voltak a hunyók, hanem ott a pályázati kiírások, hogy ez nem volt, az nem volt, amaz nem volt, és akkor a harmadik pályázatra tudtuk megcsinálni, és akkor már belecsúsztunk az ősz elejébe. Tehát én azt gondolom, hogy ezek mind biztos cégek. Tudunk most is dönteni a műszaki ellenőrben, illetve megvárhatjuk azt is, ott is csináltunk két fordulót akár, hogy őket is behívjuk, de nem, ez nem olyan kardinális kérdés, illetve fontos kérdés. Itt ugye annyi az érdekessége, hogy van egy olcsóbb árajánlat és néhány tízezer forint a drágább árajánlat, az viszont helyi érdekeltségű, tehát itt helyben lakik. Magam részéről biztos nem tudom még mit kérdezni, hogy műszaki ellenőrt, hogy jól látani, hogy jól van, de esetleg a tervezőrök tudnának mondani szempontokat, hogy mit lehetne mérlegelni, vagy mit lehetne kérdezni egy műszaki ellenőrtől, hogy milyen pluszában, hány cégkel áll terben, vagy hasonló. Hát tekintve, hogy én is műszaki ellenőr is vagyok mellette, na, hát. Úgyhogy van némi tapasztalatom. Igazából a műszaki ellenőrzésről annyit kell tudni, hogy mindenféleképpen a megbízó, megrendelő érdekeit kell, hogy képviselje, tehát az önkormányzat érdekeit, és maga a megbízásnak a tartalma azon túl, hogy neki kell figyelni és betartatni a műszaki előírásokban, a tervekben, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályokban előírtakat, azon túl igazából a megbízóval, önkormányzattal közösen kell kialakítaniuk a feladat leírását, ami egy nagyon szűk leírás, meg egy nagyon részletes leírás is lehet. Tehát onnantól kezdve, hogy milyen időközönként jelentsen írásban, szóban, napló bejegyzéseket tegyen-e sűrűbben a jogszabályban előírtak nála, vagy sem. Illetve a helyszíni jelenlétre milyen sűrűn van szükség. Tehát ezt igazából a megbízóval közösen szokták kialakítani, illetve a megbízósnak szokott lenni egy elvárása. Jelentett előnyt, hogyha helyben él? Olyan szempontból jelentett előnyt, hogy azért most egy ilyen léptékű beruházásnál itt az átfutási idő, most számoljunk két hónappal kivitelezésre, hogyha minden simán megy, és semmi nem jön közben. Két hónap alatt azért heti minimum egy, de inkább kétszeri jelenlét szerintem szükséges műszaki ellenőr részéről. Ez nyilván nem általános, mert amikor olyan munkát végeznek, akkor lehet, hogy három nap is lesz ez, de lehet, hogy csak egy nap lesz egy héten. Ha valaki helyben van, és minden nap rá tud nézni, akár munkavégzés közben, akár annak végzése után, az mindenféleképpen jobb, mert azonnal tud jelezni, hogyha valami nem megfelelőséget tapasztal. Nem megfogalmazódott, de nem kívánom ezzel befolyásolni a képviselőtestet. De most, ha mondjuk megint matematikai forgató, kijön olyan, hogy a kivitelező és a műszaki ellenőr mondjuk helyi kötődésű, akkor talán szerencsés lenne, hogyha az egyik nem helyi kötődésű. Csak úgy. Lehet ez is. Ez is lehet. Lehet ez is. Igen. Tehát a jobb az optikája kifele a dolognak, hogy... Ugye jogilag meg az építési törvény szerint ugye nem vonatkozik erre kizáróság, tehát nem nincs összeférhetetlenség ebben az esetben. Ha egymásnak a családtagja lenne, vagy a cégének a alkalmazottja, vagy szerződött partnere, akkor szintén összeférhetetlen lenne. Nyilván ezeket vizsgálni kell, ezeket a jogszabályban előírt összeférhetetlenségi szabályokat, de hogyha annak megfelel, akkor ez alapján nem lehet. Nem lehet kizárni. Jó, akkor most, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tisztán járjunk el, akkor most az lenne a javaslatom, hogy ezt is akkor annyiban hallasszuk el, hogy ezzel a két műszaki ellenőrrel akkor még beszélünk. És ne érje szó a ház elejét, hogy most ők mondjuk egyébként egy baráti társaságba is tartoznak, vagy egy ilyen
bulizókörbe, aztán nagyjából ennyi. Jó, de tényleg ne érjél szó a ház elejét, és akkor erre figyelünk. Hozzáteszem, biztos vagyok benne, hogy ez egyik sem merni felvállalni, hogy rossz munkát végez. Ez, ebben biztos vagyok. Jó, hát akkor most annyiban mentünk előre, hogy leszűkítettük a kört, és akkor a pontos befutókat, a célfotót azt megcsináljuk, azt kielemezzük még a héten, akkor egy másik napon, jó? És akkor én itt most ezt a... Igen, tehát akkor arról szavazunk, hogy a kivitelezők esetében a Betatittal és a Bitonovával folytatjuk a megbeszélést. Jó, aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy készülessen jelezze. Köszönöm. És akkor arról is döntést, vagy szavazunk, hogy az árajánlat, a műszaki... Akkor külön arról döntünk. Jó. Jó, tehát akkor a két műszaki elemet is akkor vizsgáljuk meg. Jó? Akkor köszönöm szépen. Ez egy kérdés, hogy nagyon részletesen bementünk. Nagyon szépen köszönöm a tervező uraknak, hogy elfáradtak hozzánk. És mi akkor pedig találkozunk még egyszer a héten. A tévénézőknek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. És tájékoztatjuk akkor majd őket a döntésről. Köszönöm szépen. Minden jót kívánok.